Törölni az RMDS a rezidens vizsgát, az egészségügyet és az orvosképzést érintő elképzeléseket sajtótájékoztatón ismertette a szövetség két Maros megyei képviselőjelöltje, Vas Levente és Tubák Nimród. Az elmúlt 5 éves ciklusban megközelítően 800 magyar általános orvostan hallgató végzett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Ehhez képest csupán 356-an kerültek be a rezidens képzésbe. A többiek vagy szakmát váltottak, vagy elhagyták az országot, ugyanis külföldön több helyen egy egyszerű interjú a feltétele a praxis megszerzésének. Vas Levente szerint ennek a gyakorlatnak az átvétele nem csak a frissen végzett orvosok, hanem a vidéki kórházak javát is szolgálná. Szeretnénk a következő politikai mandátumban törölni a rezidens vizsgát, és lehetőséget biztosítani arra, hogy egy egyszerű megfelelőségi interjúval, képességi interjúval képesek legyenek a szakorvosaink jelentkezni vidéki kórházainkban különböző szakorvosi állásokra, rezidens állásokra. Ebből a két kötetből kell tanulniuk azoknak, akik a november 20-án esedékes rezidens vizsgára készülnek. Tubák Nimród érintett a kérdésben, elmondása szerint a jelenlegi rendszer személytelen jellege miatt a kiválasztáskor nem veszik figyelembe a személyes készségeket, de további gondot okoz a túlzsúfoltság az orvosi központokban. Egyes klinikákon annyira fel van halmozódva a rezidensek száma, hogy így az oktatás, a gyakorlati oktatás nem teljes egészébe tud megvalósulni. Hogyha decentralizálva lenne, akkor a rezidens hallgatók több esettel, több beteggel találkozhatnának, így az oktatás minősége is emelkedhetne. Korábban Leonard Azánfiré, a Mogye rektora nyilatkozott híradónknak a témában. Elmondása szerint a rezidens képzés jelenlegi formája idejét múlt és az uniós csatlakozást megelőző egyezmények egy rossz mellékterméke. A november 20-ai rezidens vizsgán végzett általános orvostan hallgatók 3014 helyre pályázhatnak, ebből 292-t a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemi Központban hirdettek meg.